Stopping me.
up to me. Zero. Itt vagyunk a 9. Freestyle Method Fader országos bajnokság 5. elődöntőjének az abértavi dobogósokkal. Fekete Csabi végzett az első helyen, Lisztes Gergely a másodikon és Gál Levente a harmadik helyen. És hát ahogy szoktam is sorba megyek a versenyzőkön, hogy ki mit horgászott, átjövök Leventéhez először. Hát Levente, kérlek egy pár szóba, ami publikus ugye, mert itt még lesz majd középdöntő, számítasz rá, hogy ide sorsolsz, mert neked ez közel van. Meg ez azt jelenti, hogy szerintem mindannyiótoknak mondhatjuk azt, hogy hazai víz. Mi volt a te pecádnak a lényege? Hát szerintem nagyon sok múlt azon, hogy a megfelelő távolságot megválasszuk. Nagyon sok embernél láttam, hogy túl messzire vagy túl közelre pecáztak, és szerintem ez egy nagyon fontos pillére volt ennek a horgászatnak, illetve a megfelelő mennyisége kukorica bevitele. Hogy állítottad össze a limitedet, ha nem tudtuk? A 8 litered neked hogy nézett ki? Vagy ezt nem akarod elárulni? Hát a 8 liternek mondjuk az, hogy a 70% volt kukorica. Tehát ennyi, ennyit elárulhatok. Nagyon részben kukoricát vittél be, és kisebb részben vittél be mást. Igen. A csalival te mivel csalisztál? Ilyen kis waftersekkel fogtad a halat, vagy kukoricával? Mert láttam mindenkinél mindent, úgyhogy azért kérdezem. Annyit támadhatok, hogy mindkettővel fogtam halat. De a kukorica picit jobb volt azért. Köszönöm szépen. Vagyok Lisztes Gergelynél, aki a második helyen végzett. Liszti, te hogy horgáztál? Neked mi volt a pecádnak a lényege? Hát az én pecámnak a lényege az a rövid táv volt egyértelműen. Nagyon nem is készültem egy benti horgászatra. De próbáltam minden áron kint megoldani. Hála Istennek, lekapogom, ez sikerült. Ez a rövid táv, én ugye láttam Titinél egy... Láttam Gerő Tibornál egy nagyon-nagyon ultra rövid távot, amit én még nem láttam ezen a tavon, hogy szinte a parttól egy méterre. Nálad is ez ezt jelentette, vagy azért ettől egy kicsit azért bejön? Ettől bejjebb. Titivel ugye együtt edzettünk, készültünk. Ugye kett szerdán eléggé viharos idő volt, és akkor jöttünk és gyakorlatilag egy bottal ezt az egy méteres távot kezdtük el horgászni, és nagyon jól fogtuk rajta. Sajnos ez versenyen azért nem úgy másabb volt, de azért tegnap neki működött. Igen, tegnap őt ezt megmentette. Tehát azért kell ezzel számolni, de azért nem ez a lényeg ennek a pecának. Oké, köszönöm. Vagyok Fekete Csabánál, aki egyébként harcsahorgász, ugye legtöbbször én úgy látlak a Facebookon, hogy harcsákkal pózolsz. Tehát a harcsához hozzátartozik a csalihal fogás, amiben se nagyon jeleskedik. Így van, javarészt akkor szoktam féderbottal horgászni, mikor a csalihalat fogunk. És hát gyönyörű kárászokat fogtál, mert megfogtál azért süllőt szerintem edzésnapon is, vagy mikor? Edzésen nem, ma fogtam egy szép ma fogtál egy szép 3 kiló felett. Így van, 3 kiló feletti süllő volt. Na mesélj csak ezt te a pecádról, hogy mi volt a pecád. Én csak pénteki nap tudtam sajnos edzeni jönni, de abban az 5 órában minél több mindent próbáltam meg, hogy össze tudjuk rakni a versenyre a pecát. Lisztes Gergely csapattársam mellett edzettünk szerencsére, úgyhogy tőle sok mindent el tudtam figyelni, amit aztán sikerült kamatoztatni. Én készültem benti és kinti pecára is egyaránt. Az első órában benti távokat horgáztam, etetőanyaggal, pelletcsalival. Első nap ment is azonnal a peca, bent, máma már kevésbé. És akkor egy óra után jöttem ki én is a kinti távra, kukoricás pecával. Tehát egy óra alatt felépült ez a rövid táv mindannyiótoknak egyébként? Tehát már egy óra múlva rá lehetett nézni. Ez egy hasznos info azért annak, aki majd ide jön később.
Jó. Milyen átlagsúlyban fogtad a halakat? A kárászokat én láttam, mikor ott jártam nálad, hogy azok nagyon szépek nagyon voltak. Nagyon szép kárászok voltak, és szerintem olyan 3 kilós átlagsúlyban voltak a pontyok, amurok. Már elég sok amur is jött. Mi volt annak a titka, hogy te mind a két nap 70 kiló fölé tudtál menni a pecádba? Igazából az etetés üteme, szerintem. Aha. És te mit etettél? Te is hogy állítottad össze a limitedet? Én nem titok, 5 liter kukorica, 3 liter etetőanyag. Hogyha esetleg nem működne a rövid, tudjak mihez nyúlni. Legyen mentés. Szerencsére működött. De el is fogyott utolsó órára a kukoricám, máma. Nem sok minden maradt meg a tálcátokon. Semmi. Jó. Nagyon szépen köszönöm, srácok, és hát akkor találkozunk majd a középdöntőbe. Ha szerencsétek van, akkor ide sorsoltok, ha nem, akkor lehet menni majd Nagykanizsára, vagy nem is tudom, hogy most Kiskunmajsa, vagy hol lesz a... Kiskunmajsa lesz még a harmadik helyszín. De mindegyik nagyon jó versenypálya, de szerintem a legjobb versenypályán horgáztatok ma is, értetek el nagyon szép eredményt. Köszönöm szépen! Köszönjük! Sziasztok! Köszönjük.